Ez az a mezőgazdasági híd, amely a Kálmánháza környéki termőföldeket köti össze az M3-as autópálya fölött. Az elmúlt években műszaki hiba miatt le volt zárva az átjáró, így a gépeknek több kilométert kellett kerülniük az aszfaltozott közúton. Mától azonban feloldották az útzárat, és ismét használatba vehették a hidat a mezőgazdasági gépek. Hozzávetőlegesen körülbelül 3-4 millió forint összegű volt ez a beruházás. A gazdáknak nagyon nagy terhet jelentett, hogy ez a felüljáró le volt zárva. Egy ilyen 5-6 kilométert kerültek, hogy a saját földjeiket meg tudják közelíteni, és ez már immár 4 éve zajlott, tehát azóta ment a dolog, és most szerintem mindenki nagyon fog örülni, hogy a tavaszi nagy munkáknál használhatják ezt a felüljárót, és nem kell ezt a nagy pluszköröket futniuk. Román István kormány megbízotta az útzár feloldása után azt mondta, az autópálya fölötti híd felújításának nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentősége is van. A felüljárónak a felújítása, a használhatóságának a megtétele az nem csak praktikus okokból fontos. Nyilvánvalóan egy fontos szempont, hogy a gazdálkodók átjussanak az egyik oldalról a másikra, hanem szimbolikus értelemben is fontos. Azt gondolom, hogy jelzi azt, hogy a legkisebb problémákra is igyekszünk figyelemmel lenni. Az emberek hétköznapjait megkeserítő, egyszerűen megoldható ügyekre, problémákra. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy azért is szimbolikus ez a mai esemény, mert a 2010 előtt épült ez a felüljáró, ami sajnos néhány év után olyan állapotba került, hogy használhatatlanná vált. Ez is egy olyan ügy, egy olyan probléma, amit 2010 után kellett megoldást találni. Én úgy gondolom, hogy a későbbiekben itt a helyek megnyugvással használhatják újra a felüljárót, és bízom benne, hogy sokan fogják ezt így tenni. A felújítás érintette a híd súrantó részét, amely az évek során annyira leomlott, hogy veszélyeztette az átkelés biztonságát, valamint az út töltését és aszfaltozását is kijavították.